Szép jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. A Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye 25. évfordulóján két áldozópapot és egy diakónust szentelt Palánki Ferenc. A megyés püspök, ahogy fogalmazott, a negyedszázados egyházmegye születésnapi ajándéka a három szentelendő élete odaadása az egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén a főpásztor áldozópappá szentelte Német István és Dobai Barna Otto diakónusokat és diakónussá szentelte Sziklai Dávid akolitust. A jelenlévők a hálaadás órájának ünnepélyes pillanatait is átélték, amelyben köszönetüket fejezték ki azért, hogy egyházközségük fiataljai meghallották Isten hívó szavát, és elindultak az életszentség útján, az engedelmességi ígéretben lemondva a családról, saját akaratukról, egyetlen örökségüknek, az Urat valva. Ünnepi bevonulással kezdődött Szent László király ünnepe a zsúfolásig megtelt Szent Anna székesegyházban. Az egyházmegye védőszentjének ünnepén pap és diakónus szentelésre gyűltek össze a hívek. A szolgálatra megszólítottak, valamennyien Krisztus ügyének, az örömhír hirdetésére kaptak elhívást, ez hangsúlyozta köszöntésében Palánki Ferenc megyés püspök. Olyanokra van szükség, akik Krisztus képmását hordozzák a világban, akik Krisztus szeretetével szeretnek. A szertartás első részében a szentelés kérése és a szentelendők bemutatása után a jelöltek cölibátust fogadtak, és élethosszig tartó ígéretet tettek szolgálatuk teljesítésére. A hívő közössége közben a Minden Szentek liturgiájával imádkozott értük. A szentelés az evangélium felolvasását követően vette kezdetét, a felszentelendők ekkor engedelmességet fogadtak, majd földre borulva a gyülekezettel együtt imádkoztak. A ceremónia legfontosabb szakaszában a püspök imádság közben kézrátétellel átadta az ifjú jelöltetnek a Krisztustól kapott lelki hatalmat és küldetést. A katolikusok ugyanis azt vallják, hogy a szentelő püspök helyén ekkor az egyik apostol áll. Ezután a jelenlévő papok is sorban megtették ugyanezt, jelezvén, hogy befogadják őket az egyházmegye közösségébe. Az első feladat az örömhírnek, az evangéliumnak a hirdetése. Függetlenül attól, hogy milyen korban élünk, a második, hitünk ünneplése, ezt nevezzük görög eredetű szóval liturgiának, a harmadik pedig hitünk tanúsítása, a társadalom peremére szorult emberekkel való törődés során. A ceremónia után a felszenteltek már együtt miséztek a püspökkel, majd közösen adtak áldást mindazokra, akik segítették őket abban, hogy eljussanak életük ezen szakaszához, az oltárnál végzett szolgálathoz. Német István áldozó pap büszkeséggel és boldogsággal beszélt papi megbízatásáról. Mellette még Dobai Barna Otto kapta meg az áldozó papi felkenést. Ő 16 éves kora óta készült erre a szolgálatra, és úgy véli, Isten formálta őt emberré a hosszú évek során. 16 éves lehettem, amikor legelőször a hivatásnak a jeleit éreztem, és ez az akkori plébánosomnak, Lőrinc Ottónak köszönhető, ugyanis az ő papi példáján keresztül éreztem úgy, hogy a Jóisten elhív engem, hogy egy jó követője, Krisztus követőjével válhassak. Aztán nagyon fontosak az érzéseink, én úgy érzem. Minden emberben érzések élnek. Sokan ezeket az érzéseket próbálják letagadni, visszaszorítani. Én úgy gondolom, hogy ezeket az érzéseket, ezekkel szembe kell nézni, és a helyére kell rakni ezeket az érzéseket. És az érzések által a Jóisten tud vezetni, tud minket alakítani, formálni. Sziklai Dávidot diakónussá szentelte a püspök, ez az egyházi rend szentségének első fokozata. Ő úgy tekint hivatására, mint Isten ajándékára. Számomra a papi hivatás ez egy nagy ajándék, Isten ajándéka.
Azért vállaltam el, mert minden ajándéknak azért, hogy örül az ember, főleg, hogyha abban úgy igazán, hogy örömét, boldogságát tudja lelni, és ez egy életre szóló kaland, egy életre szóló ajándék, amit nem pusztán, hogy saját magam részére kaptam, hanem azért, hogy ezáltal szolgáljam a jó Istent, és szolgáljam mindazokat, akik majd rám lesznek bízva egy-egy adott egyházközségben. A felszentelést követően mind a diakónus, mind a két ifjú áldozó pap megkezdheti szolgálatát, vagyis azt, amire elhívást kaptak, az örömhír hirdetését. Köszöntöm a stúdióban Németh István áldozó papot, szép jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó estét kívánok mindörökké, amen. Ugye, hát az előző bejátszásban látszott, illetve hát láthatták a nézők, ahogy az ön életében bekövetkező nagy állomáshoz érkezett. A nagy állomás az volt, amikor megkapta a felkenést arra, hogy valóban papi szolgálatát teljesíthesse. Na de mielőtt még erről beszélgetünk, hogy ez milyen érzés volt, milyen volt ezt megélni, picit menjünk vissza az időben. Annak idején hogyan érkezett meg az első megszólítás, elhívás, hogyan szólította meg önt a jó atya? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy nem nagyon emlékszek rá. Úgy valahogy ez folyamatosan kialakult bennem. Egy katolikus családból származok, debreceni vagyok, vallásos családban nőttem föl, és úgy mindig természetes volt számunkra ez az egyház közelség. A Szent Család Pilibániához tartozunk itt a Tócsús kerti közösséghez, és talán az első alkalom akkor lehetett, ezt nekem anyukám is mesélte, meg nekem is így dereng valami, hogy én kiskoromban nagyon szerettem a vonatokkal játszani. Kis vonatokkal leültem, vonatoztam, és egyszer a plébános atyánk, Fodor András atya eljött hozzánk házat szentelni, és látta, hogy vonatozok, és leült hozzám, hogy vonatozzon velem, és ez nekem annyira megtetszett, hogy azt mondtam, hogy igen, én is ilyen pap szeretnék lenni, mint András atya. És valahogy itt lehetett az első kis csíra. Aztán ez folyamatosan indult, folyamatosan változott, folyamatosan növekedett bennem. Na jó, csak ugye azt mondja, hogyha nézzünk mai kamasz fiatalnak a növekedését, fiatal legénynek a növekedését, akkor nem feltétlenül gondolom azt, hogy az az elsődleges, hogy a templom körüli tevékenykedés, az oltár környékén tevékenykedés az olyan vonzóbb lehet, mint a srácokkal való játék, mint a mai világban ugye a különböző számítástechnikai dolgokkal való játék. Hogyan lehetett mégis az ön életében az, hogy ez az elhívás, ez a fajta vonz, erő sokkal erősebb volt. Biztos, hogy nagy szerepe van annak, hogy a közösség, ahol növekedtem, a Szent Család plébánia egy nagyon élő közösség volt, egy nagyon jó családos közösségünk volt, és az megtartó erő volt, ugyanígy a családom is. A Svetićbe jártam, óvodába, általános iskolába, ott a nővéreknek a hatása, meg az egész iskolának a szellemisége nagyon meghatározott engem, és hatodikos koromban, akkor még nem volt koedukált a Svetić intézmény, el kellett jönnöm. És én mindenképpen katolikus iskolába akartam tovább menni, hogy hát, hogy én ezzel a hivatással akarok tovább foglalkozni, hát akkor ez egy katolikus iskola edukál. Azonban szüleim nagyon bölcsen nem engedtek engem, azt mondták, hogy nézzek meg valamit a világból is, és így a Fazekas Mihály gimnáziumba kerültem, ott matematika tagozatra jártam 6 éven át, ahol valóban sokkal jobban benne volt az, hogy na hát most a barátokkal egy kicsit jobban érezzük magunkat, és így tovább. De ebben az időben is meg tudtam találni azokat a személyeket, akik úgy megtartottak. Tehát, hogy voltak nyilván olyan barátaim is, akik az iskolából, akik mondjuk nem voltak annyira vallásosak, de volt egy kis csapatunk, akivel együtt jártunk hittanórára péntekenként, ám is hittanóra volt ez inkább, egy ilyen ifjúsági klub, katolikus ifjúsági csoport, ahol beszélgettünk vallásról. Az iskolán belül? Nem, ez a Szent Anna Székesegyházban volt már. Ott Csordás Gábor atya vezette annó még ezt a kis csoportunkat, és egy jó baráti társaság volt, és ez egy nagyon nagy megtartó közösség volt. És emellé járult hozzá az, hogy abban az időben, amikor én 10-es voltam, szerveztek egy zarándoklatot Tezébe. Tezé egy franciaországi kis falucska, egy ökumenikus szerzetes közösség él ott, ahol minden héten ifjúsági találkozókat szerveznek fiatalok részére. Ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 2-3 ezer fiatal van ott hetente, és egy hetet együtt töltünk el. Imádságban, munkában, beszélgetésben, jókedven. És ez annyira megérintett engem, 16 éves lehettem, mondom, 10-es körül, hogy azt mondtam, hogy igen, nekem ez kell, nekem ez tetszik. Szóval, hogy megtaláltam valahogy, ez tényleg egy nagy ajándék, hogy a fiatalságban is az Istent, a vallást, az egyházat. Még Tézénél maradjunk egy picikét, mert ezek szerint mégis csak ott volt az a végleges döntés, hogy igen, a szög, ha szabad ilyen hasonlattal élni, akkor most már odaért.
Ugye a tézének az a vonzereje, hogy az, amikor az ember megy be fel a templomba, kezébe veszi az énekeskönyvet, ami nagyon sok nyelven, és mindenki a maga nyelvén énekel. Meg hát ugye maga az igehirdetés, ami csend. Igen. Tehát az Istennel való beszélgetésben, párbeszédben mennyiben segített az, hogy fiatalokkal, azonos korúakkal, egy vallásos közösségben, de csendben lehetett lenni. Ez szerintem egy fantasztikus párosítás, és az egész tezi imádságnak a ritmikája. Ezt később értettem meg, hogy később a jezsuitákhoz kerültem, hogy egy az egyben szinte ugyanaz, hogy ez a ritmikus imamód, ez a folyamatosan elcsendesedni. És az imának a közepén, a tezi ima közepén egy nagy csend van, egy 7-8 perces csend, amikor tényleg nem is én imádkozok, hanem próbálom meghallani azt, hogy vajon az Isten na most mit akar mondani. Na most ő hadd beszéljen. Hogy valahol ezt mondom, hogy kezdtem megtanulni tezében, hogy hagyni az Istent beszélni ebben a csöndben. Ez megint csak egy érdekes dolog, azt gondolom, hogy az imádságra egy picikét. Az imádság ereje, az Istennel való párbeszédnek az ereje. Azt meg kell tanulni, hogy az ember meghallja az Isten szavát. Hogyan lehet odáig eljutni a fejlődésben, a lelki fejlődésben, hogy tényleg nyitott legyen az ember lelke arra, hogy az Isten szavát befogadja, meghallja, egyáltalán felfogja, hogy ez az. Ez egy, megint egy olyan, mint egy út szerintem, hogy elindulunk valahonnan, nyilván, ahogy imádkozni tanultunk, én is visszaemlékszem, hát nyilván az első ima, amit megtanulunk, mi atyánk, én Istenem, jó Istenem, szívem első gondolatom, a Szent Misén is, és ezek inkább egy olyan ritmikus imamódok, amikor én imádkozok. Mondom. És akkor eljön az ember életében egy olyan pillanat, amikor úgy nincs több mondani valója, de nem akarja abba hagyni az imát, és akkor kezd el gondolkozni, hogy vajon most akkor az Isten hogyan szólhat. Nekem ami nagy segítség volt, azok a, mondhatjuk így, hogy lelki vezetők, akik úgy az ember mellett ott állnak, hogyha nem is nevezzük így, hogy lelki vezető, hanem olyan fontos személyiségek, akik tényleg vagy a példájukkal segítenek imádkozni, vagy egy beszélgetés során. Számtalan atya, hogy a tezétestvérek közül is, vagy a jezsuita szerzetesek, akik ott voltak az életem útján, hogy folyamatosan próbáltak erre rávezetni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy legyen ott valaki, aki rávezet minket erre a fajta imádságra, hogy hagyjuk az Istent is szólni. Ugye amikor a szolgálat eldőlt, hogy ez az, lesz az ön élete, a szolgálat. De két út van. Van a világi papság, meg van a szerzetesség. Hát ugye a tézében ott vannak a szerzetesek. Ha jezsuitákkal találkozunk, akkor az is van egy szerzetesi életforma. Mégis, ahogy most megérkezünk, és majd egy picit ugrunk, de majd még visszamegyünk a diakonossághoz, akkor ön a világi papságot választotta ezek szerint. Igen. Vagy nem. Én a világi papságot választottam. Átgondoltam, számot vetettem, sok minden, nem mondom, hogy nem fordult meg a fejemben a szerzetesség, nagyon is megfordult többször. És arra jutottam, hogy amit egy szerzetes csinál, ami vonzó a szerzetességben, hogy egy közösségben élni, és hogy valami külön, hogy mondjam így karizmával, valami külön lelkesedéssel odaállni az emberekhez, azt ugyanígy meg lehet a világi papságban, az egyházmegyés papságon belül is. És itt nagy szükség van az emberre, ezen a mi vidékünkön, tehát a második legnagyobb területű egyházmegye vagyunk, Debrecen Nyíregyházi egyházmegye, de a legkevesebb a katolikusok számában is, alapvetően a hívők száma ezen a vidéken. És itt szükség van az emberre, így ezért maradtam itt az egyházmegyés papságban. Az első lépés megvolt, ön döntött, megvolt az EGRI hittudományi a felvételi, teológiai tanulmányok elkezdődtek, és aztán megérkezett ahhoz a ponthoz, hogy diakonussá szentelték. Igen, tehát Egerbe kezdtem 2 évet, végeztem el ott a filozófiai tudományokat, sajátítottam el jobban, és utána nekem egy különös életút állt előttem, felajánlották, hogy Rómába folytathatom a teológiai tanulmányokat, és erre én igent mondtam, ezt nagyon örömmel elfogadtam, és így Rómába kerültem ki, a Germanicum et Hungaricumban. Ez egy ősi szeminárium, a legősibb szeminárium. 1552-ben még Loyolai Szent Ignác alapította. Először a németek számára, aztán az 1579-es 80-as években kapcsolódtak be a magyarok, és a 16. századtól ez a két nép együtt lakja ezt a kollégiumot, a jezsuiták vezetése alatt, és tulajdonképpen papokat nevelnek, papokat formálnak. Emellett a teológiai tanulmányokat pedig a Pápai Gergely Egyetemen végeztem el, és ott fejeztem be.
és a három év leteltével egy év szabad év van mindenkinek. A jezsuiták nagyon fontosnak tartják azt, és a képzési rendszerben külön ki van emelve, hogy mindenki menjen haza egy évre, hogy ne csak a teológiai és filozófiából legyünk ellátva, hanem a gyakorlati képességeink is fejlődjenek, és az alatt az egy év alatt szokás, hogy felszentelnek minket diakónussá. Ez az egyházi rendnek az első foka, az ige hirdetés kapcsolódik, a keresztelés, a házasságkötésnek, mint ceremóniának a vezetője, temetés, tanítás, a szolgálat. És ez a diakónus szentelése nekem Rómában került sor 2017. október 10-én a Szent Ignác Bazilikában dr. Stefan Hesse hamburgi herceg szentelt engem diakónussá, és úgy kerültem vissza Magyarországra, Nyíregyházára egy évre. Ilyenkor van arra lehetőség, hogy az ember elgondolkodjon, hogy tényleg ez az út? Van arra lehetőség, hogy akkor azt mondja mégis az ember, hogy ha valami olyan hatás ír, hogy most akkor egy picit pihentetem, mégis lehet, hogy nem azonnal ugranék fejest a teljes elhivatottságba? Sőt, kötelező, nem csak, hogy lehet. A diakónus szentelés előtt egy 10 napos lelki gyakorlaton kell részt vennünk, egy ilyen döntési lelki gyakorlat, amikor 10 napig teljes csendben vagyunk, és próbáljuk keresni, hogy akkor ez az én utam vagy sem. És közvetlen a diakónus szentelés, hogy meg még egy 7 napos lelki gyakorlat van, ami szintén ezt akarja erősíteni bennünk, hogy akkor ez az igen, ami nekem kell, vagy pedig valami más. Önben egyszer sem fordult meg, hogy biztos, hogy jó úton vagyok? Igazából nagy krízisek sose voltak az életemben. Nyilván vannak mindig, hogy elgondolkozik az ember, úgy, hogy amikor elfárad, mindenhol vannak ilyenek, de hűde nagy krízisek nem voltak még az életemben. Na és akkor ugorjunk most megint egy nagyobb, eltelt az egy év, ön igent mondott, az egyház is igent mondott, tehát befogadta. Milyen volt megélni az, hogy na most már ön teljesen egészében fölkent áldozó papet? Hú, hát ez egy olyan kérdés, hogy én ebben az egy évben egy katolikus iskolában tanítottam Nyíregyházán a Szent Imrében, és pont ezt a kérdést tették föl ott a diákok a szentelés után, hogy hát atya, hát most milyen érzés az? Mondtam, hogy hát képzeljétek el, a paprikás krumpli még paprikásabb lett, a gulyásleves még csípősebb lett, viccesen, de tulajdonképpen nagy változás nem történt a fizikai életben, tehát nem lett csípősebb a paprikás krumpli, se a gulyásleves. Igazából, amire úgy jobban odafigyelek, hogy tényleg, hogy odaérkeztem, hogy amit akartam végigcsinálni, hogy ez a teljességérzés, ez ilyen teljes látás. Úgy talán az, hogy az Istennel való kapcsolat, az emberekkel, meg az önmagammal való kapcsolat is talán így megerősödött, hogy na erre ki vagy választva, ezt akkor csinált. Elfogadni azt az egyik legnehezebb dolog, amikor szembesül az ember a kiválasztottsággal. De mégis milyen érzés volt, amikor először hangzott azt el, hogy atya, megszólításban. Hú, furcsa, nagyon furcsa volt. Nem voltam rá felkészülve, hogy római évek alatt meg főképp nem használják ezt a kifejezést, hogy atya, és úgy olyan, hát na, úgy belegondoltam, tényleg jó, atya. Atya, de hát azért még ugyanúgy István maradok a többieknek. Tehát, hogy... Aztán most mégsem az indul el, az kezdődik az önéletében, hogy itt fog helyben szolgálnom, irány vissza Róma. Mi történik most? Igen, nekem a helyzetem egy kicsit speciális, mert a mi képzési rendszerünk úgy néz ki, hogy most megszereztem a mester teológiát, viszont ezen belül még lehet szakosodni. És a püspök atya azt kérte tőlem, hogy ezt a szakosodásnak az útján induljak el, és 4 évre visszakerülök Rómába, a Germanikum falai közé, és az biblikus intézetben fogok tanulni, és a Bibliával fogok foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy első évben tulajdonképpen meg kell ismernem még jobban az biblikus nyelveket, a hébert, a görögöt és az arámot. Arámit. És utána pedig egy történelmi, földrajzi, irodalmi kutatás, ami előttem áll, hogy azok az iratok, ezek a szent iratok, amiket Istentől sugalmazottnak fogadunk el, azok milyen kortörténetben íródtak, mit üzennek igazából. Ez vár rám 4 éven át, erre fogok még foglalkozni, kutatni. Ez egy nagy kihívás, az embernek adatig a lehetőség arra, hogy talán olyan dolgot vegyen észre, amit bár 1000-szer millióan olvastak, de mégis olyan része derüljön ki, vagy derüljön fény a nyelvek, a történelmi kontextus, a művészet történet, sokféle kontextus tekintetében, ami eddig még nem derült ki. Na de jó, eltelik a 4 év. Az azt fogja jelenteni, hogy ő visszajön papi szolgálatba? Ide? Vagy pedig az már ezt azt mutatja előre, hogy azért majd az oktatásban, nevelésben, tehát teljesen más, nem hétköznapi értelemben vett plébániai szolgálat következik.
A mi kápolnánknak Rómában van egy gyönyörű apszis mozaika. Ez az apszis mozaik Jézust ábrázolja, és Jézus így mutat, Németország irányába mutat, hogy nektek haza kell mennetek. Hogy bárki, aki Rómába kerül, és ebbe az intézménybe tanul, az nem azért van ott, hogy amit megszerzett tudást, azt ott kamatoztassa, hanem menjen haza, és ott vegye kézbe azt a pásztorbotot, és vezesse a nyájat. Tehát, hogy én is haza fogok kerülni 4 év után, ide Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyébe, és ez onnantól kezdve a püspökön múlik, hogy ő hogy látja jónak, hogy hogyan tudom kamatoztatni ezt a tudást, amit ott megszereztem. Nyilván ez lehet egy plébániai munka, egy pasztorális munka, lehet tanítás, rengeteg lehetőség van, hogy hál' Istennek a Biblia mindenhez kapcsolódik, úgyhogy ezt mindenhol föl lehet használni. Kívánom Isten áldását. Egyrészt a kutatásban, a tanulásban, és aztán abban is, hogy érkezzen meg az életében az, amikor majd egy közösséget vezet Pásztor Bottal a kezébe. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? A vesztünkre jöttél. Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Márk evangéliumából szól ma az evangélium Nagy Zsolt káplán tolmácsolásában. Evangélium Szent Márk könyvéből. Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott föl. Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, hallgass el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették. Mi ez? Új tanítás? És milyen hatalmas? Míg a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Az imént felolvasott evangéliumi történet azért megragadó a számomra, mert Jézusnak a szavával úgy találkozunk, amin az emberek elcsodálkoznak, hogy amikor Jézus szól az emberekhez, amikor tanítja őket, vagy parancsol a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, Jézus szavánál látszik, hogy van benne hatalmas erő, dinamika, valamit elindít a másik emberben. Ugye hallottuk is az evangélium elején, hogy az emberek csodálkoznak, hogy Jézus milyen hatalommal tanít. Ugye érzik, hogy a szavának súlya és ereje van. Vagy más helyen az evangéliumban azt is halljuk, hogy az emberek megjegyzik, hogy ember így még nem beszélt, ahogy a Jézus beszél. Tehát valami különleges erővel, dinamikával, teremtő erővel beszél Jézus az emberekhez, ami valamit elindít sokszor bennük a másik emberben. És milyen fontos, hogy Jézus szavához hasonlóan a mi szavunknak is van egyfajta teremtő ereje. Mi magunk is, amikor szólunk a másik emberhez, az mindig valamit elindíthat abban az emberben, akihez mi beszélünk és szólunk. Például milyen nagy dolog az, amikor egy édesapa azt mondja az ő gyermekének, fiának vagy lányának, hogy büszke vagyok arra, hogy te vagy az én fiam vagy lányom. Vagy amikor a házastársak egymást meg tudják erősíteni. Például a feleség azt mondja a férjének, hogy örülök annak, hogy téged választottalak, hogy te vagy a férjem. Vagy a férj hálát ad a feleségéért, és azt mondja, hogy örülök annak, hogy minden reggel melletted ébredhetek föl. Milyen erő, milyen teremtő erő van ezekben a szavakban. És mi keresztényként arra kaptunk meghívást, hogy Jézushoz hasonlóan tudjunk embereket fölemelni, tudjunk bátorítani, tudjunk vigasztani, és tudjunk megerősíteni. Milyen érdekes, hogy amikor lelkiismeret vizsgálatot tartunk, akkor a 10 parancsolatból talán az 5. parancsolat az, amit a leggyorsabban és leghamarabb átugrunk. Hát azt gondoljuk, hogy a ne ölj parancsot azt mindig be tudjuk tartani, hiszen nem szoktunk ölni, gyilkolni. De hogyha ezt a parancsot komolyan vesszük, méghozzá úgy, hogy a szavainkkal is tudunk nagyon bántani, a másik ember lelkébe belegázolni, ahogyan szólunk a másik emberhez, akkor bizony végignézhetjük a saját életünket, hogy hányszor szólunk úgy a másik emberhez,
hogy a sértő, az bántó, hogy a másik embert lenyomjuk, vagy éppen ellenkezőleg nem megvigasztaljuk, nem megerősítjük az ő alapvető jóságában, hanem pontosan teljesen ellentétesen lehúzzuk a másik embert. És milyen nagy ajándék az, amikor nekünk is vannak olyan barátaink, vannak olyan szüleink, munkatársaink, közel ismerősök, rokonok, akik meg tudnak bennünket erősíteni. A mai evangélium arra akar bennünket meghívni, hogy ezzel a Jézusi hatalommal, ezzel a Jézusi szóval tudjunk a másik ember életében valamit megteremteni, valamit elindítani. Milyen nagy ajándék az, hogyha arra gondolunk, hogy nekünk is voltak, vagy vannak olyan szüleink, akik évekkel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt valami jót elhintettek bennünk. Milyen nagy öröm az, hogyha visszatudunk arra emlékezni, amikor azt mondta nekünk is édesapánk vagy édesanyánk, hogy büszke, hogy mi a gyermekei lehetünk. Milyen erő van ebben a mondatban. És nekünk ezt kell továbbadnunk. Gyermekeinknek ezt kell továbbadni, házastársunknak és azoknak az embertársainknak, akikkel az életünkben találkozunk. Erre kapunk meghívást most Jézustól, hogy a másik embert megerősítsük, hogy a másik emberben valami jót elhintsük, ugyanúgy, ahogy Jézus is megerősítette, bátorította és vigasztalta a hozzá közeledő embereket. Amen. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!